26. alkalommal tartotta meg a Kejfej Jancsi nevet viselő sport délutánját a Madarász Imre Egyesített Óvoda. A városi sportcsarnokban megtartott rendezvénnyel a mozgás fontosságára igyekszik felhívni a figyelmet az intézmény. A célja továbbá az, hogy megszerettessék a sportot a gyermekekkel. Az esemény megnyitóján az intézmény vezetője, Palajtin és Ütő Margit köszöntötte a megjelenteket. Nagyon jó érzés itt körbenézni, és ilyen sok csillogó szemű kisgyermeket látni, akik a mi óvodáinkban járnak, és azt is nagyon jó látni, hogy rengeteg szülő, nagyszülő itt van velünk. Nagyon fontos a sport. A mi óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, ezen belül nem csak a táplálkozásra, hanem a mozgásra is. Együtt mozogni pedig fantasztikus, hiszen a mozgás, a sport, az nagyon sok mindenre nevel. Nevel kitartásra, nevel bátorságra, nevel arra, hogy néha, ha nem mi nyerünk, akkor azt el kell tűrnünk, azt a pici kudarcot. Amellett, hogy együtt vagytok, és egymást szeretitek, ennél fontosabb nincs is a világban. Én azt kívánom a mai nap, hogy mindenki érezze nagyon jól magát. Én megköszönöm a szülőknek, hogy itt vannak, és mint minden egyes intézmény rendezvényén támogatnak bennünket. A sporteseményt megtisztelte jelenlétével városunk alpolgármestere, Sári Kovács Szilvia is. Nagyon fontos a sport, hiszen mozogni magát az életet jelenti, és aki nem mozog, az bizony-bizony gyerekek eltunyul. Tudjátok, berozsdásodnak azok a kerekek, hogyha nem használjuk. Tehát használnunk kell úgymond mindenünket azért, hogy fiatalok legyünk, lányok csinosak legyünk, fiúk izmosak legyünk, hogy tetszünk a fiúknak, tetszünk a lányoknak, és egészségesek legyünk. Látom, mindenki nagyon izgul már, hiszen várjátok a feladatokat. Én azt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy ki lesz az első, a második, a harmadik, hanem az a lényeg, gyerekek, hogy itt vagytok. Itt vannak az óvónénik, itt vannak a szülők, nagyszülők, és egy fantasztikusan jó, vidám, mozgásos délután fogtok itt eltölteni. Kovácsné Vadai Viktória óvodapedagógus elmondta, az intézmény nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmódra, nevelésre és a fenntarthatóságra, ezért ebben az évben egy olyan pályát is kialakítottak, ami a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos. Hozzátette, hogy minden tagóvodát 8 gyermek és 4 felnőtt képviseli. Nem egy ügyességi verseny, ami a korábbiakban volt, hanem csak egy mozgásos sport délután, azért, hogy megszerettessük a mozgást, és ezt a digitális világot egy picit próbáljuk kizökkenteni a gyerekekből és a felnőttekből is, és hogy egy délután töltsenek együtt a szüleikkel, mozogva, sportolva, és hogy minél többet tudjunk. Jó lenne, hogyha kint lennénk szabad környezetben, az lenne igazából a jó, csak sajnos az időjárás nem tudjuk kiszámítani, és évekig szabadtéren volt, de mindig akkor volt eső, ezért beraktuk ide a városi sportcsarnokba, ami nagyon jó hely itt nekünk jelen pillanatban. 7 pálya van, ahány csapat van, mindegyik pálya mozgásos pálya, még a szelektív hulladékgyűjtés is, és próbáltuk úgy csatolni a feladatokat, hogy mozgással tarkítottuk. Van egyensúlyozó járás, van kapurarugás, van sávok, van labdagurítás, váltóverseny füleslabdával, van babzsák átadó, van párosfutás karikával, és mindegyik feladatot a szülők a gyermekekkel közösen végzik. A családok bevonásával tehát a szülők is megtapasztalhatták a mozgás fontosságát, a gyermekeikkel közösen aktívan tölthettek el egy délutánt. Azért jó ez a rendezvény, elsősorban azért nekünk, mert közösen együtt van a család, sok kis gyerekkel itt nevetgélünk, meg különben a sportra mindenkinek föl kéne hívni a figyelmét, mert nagyon sok kis gyermek el van tunyulva, otthon nyomkodják a gépeket, és inkább egy ilyet kéne szervezni sűrűbben, mint hogy elhagyjuk a gyerekeket, hogy elmenjenek, azt csináljanak, amit akarnak, szerintem. Mert én nálunk ez a gépezés, meg ez nálunk így. Kislányom is kézilabdázik, mármint a nagylányom. A kisfiam thaiboxozik, aztán majd most ő jön, úgyhogy majd a sport elsődleges. Egy másik szülőnek is kifejezetten tetszik az intézmény által sokadik éve megtartott sportos rendezvény.
nagyon fontosnak tartom ezt a rendezvényt. Régóta ide tartozunk az óvodához, három lányom is ide, mind a három lányom ide járt ebbe az óvodába, és az aktív sportolásnak nagyon nagy előnyét is látjuk. Kézilabdázik a lányom, néptáncra járnak, úgyhogy meg otthon is megvan a mozgás. Mindig úszni is járnak, nagyon szeretik ezeket a sportokat. Az esemény zárásaként a tagóvoda képviselői, a gyerekek, az óvoda pedagógusok és a szülők is átvehettek egy emléklapot és egy kis ajándékot. A rendezvény tehát elérte célját, hiszen minden korosztály átmozgatta magát a Kejfej Jancsi programon.